Édességet és energiaitalt vitt Szekszárd polgármestere és alpolgármestere a városban működő koronavírus szűrőpontnál dolgozó mentősöknek. Az itt felállított egészségügyi sátorban tesztelik a házi orvosok által ide küldött koronavírus gyanús betegeket. Ács Rezső, a Tolnai megyeszékhely vezetője azt mondja, azért látogattak el személyesen a szűrőállomáshoz, mert a városban elkezdtek olyan hírek terjedni, hogy nem megfelelő körülmények között tesztelik a koronavírus gyanús betegeket az önkormányzat által ingyen felajánlott területen. A kormányhivatalt is tájékoztatni fogjuk majd, hogy itt teljesen normál körülmények között zajlik a mintavételi eljárás. Az OMSZ egy fűtött sátorban veszi le a mintákat. Amivel összekeverték, az egy mögöttem látható épület, vagy egy kis bódé, ahol a veszélyes hulladékot gyűjtik. Egyébként ezt is kértem, hogy tüntessük el innen. A mintavételi állomás vezetője szerint ez a terület több szempontból is ideális a tesztek elvégzéséhez. Egyrészt a belvárostól távol van, és nagy parkoló is van itt. Így a fertőzés gyanús betegeknek nem kell másokkal érintkezniük. Ács Rezső szerint fontos, hogy az önkormányzat segítsen azoknak az embereknek, akik minden nap mások életéért dolgoznak. A város az elmúlt években sokszor segítette a mentőszolgálatot, most is segíti, hiszen mellettünk éppen a távfőszolgáltató látható, az ő parkolójába kerítettünk le egy részt, ahol zajlanak a vizsgálatok. A szekszárdi szűrőponton naponta nagyjából 100 tesztet végeznek az országos mentőszolgálat munkatársai.